Szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném folytatni ezt az ébredés tanítást. És ennek ugye megint csak az lesz a címe, hogy ébredés a ténytanítókból. Fel kell ébredni, ez a sok hamis tanítás, ami folyik itt, már Magyarországon is, meg külföldön is, de minket a Magyarország érint. Külföldön annyiban, hogy az összeset ma ide hívták, úgyhogy majd te... Teljes kegyelem van meg Andrew Humek, meg satöbbi tanítóknak, sok-sok könyve elterjedt itt Magyarországon is. És hát nyilván vannak benne jó dolgok is, hát hiszen az ördög is tud jó dolgokról beszélni, hogy behúzza a csőbe az ellenséget. És aki tudatlan, nincs alapos igeismerete, mindezeket a tanításokat elhiszi. És hát ezáltal a téptanítóknak a hatása alá kerül. Téptanítók, kundalinis tanítók, mindenféle tanítások és hamis proféták, ami már itt az imént elhangzott. Nem akarom magamat ismételgetni, csak visszautalgatok az előző tanításokra, hogy milyen súlyos bajokat okoznak ezek a téptanítók, akik már a tévegész szellemiség az életükben van, és ezt adják tovább. Téptanítók, kegyelmesek, kundalínusok. Például Ótastemantum egyértelműen azt írja és azt tanítja, nagyon sokan ismerjük ugye Gégény Csabát, Gégény Évát és a társait, a Szívbunkert, a BPA-tól kezdve, az mindenhol a kegyelmes tanítás megy. És ez csiralmas és fájdalmas. És erőteljesen a Gégény Csaba azt mondta ugye, hogy az Ótestamentumot be lehet kukázni. Kuka. Képzeljétek el, hogy a Szentírás felét simán be lehet dobni. És sajnos ez kell a kegyelmeseknek. Mert Isten szeret bennünket. És mi konkrétan a bárányokon keresztül megtapasztaltuk, aki ezt a kegyelmes tanítást elhitte, aki köztünk volt, onnantól kezdve nyugodtan berúgott minden hétvége. Hát Isten szeret bennünket. Mert ez a kegyelem tanítás felszabadítja az embereket mindenféle bűnre. És sajnos ez hemzseg már itt Magyarországon is, sok-sok gyülekezetekben. Szeretném felolvasni nektek a zsidók könyvéből 9. fejezet 27-es igeversét. És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet jön. Mindenki meg lesz ítélve. Nehogy elhiggyétek ezeknek a kegyelmes tanítóknak azt, hogy ti, ahogy vagytok, mentek a mennyek országába. Hiszen a mennyek országába semmilyen tisztátalan nem kerül föl. Galata 5. fejezet 17-től végig leírja ott a bűnöket. És azt írja, ezek nem látják meg a mennyeknek az országát. Ne higgyétek el, drága testvérem, az Úrban, ébredjetek föl. Ez az ébredés, hogy rájöttök abba, hogy beleragadtatok a kegyelembe, és az ördög csapdájába vagytok, becsapás szellemisége az életetekbe van, és csak a kegyelmet szajkózzátok, és csak a jót, és a gazdagság, meg a pénz. Nyüzsök körülöttetek, főképpen ezek a tanítók körül. Ez mind a pénzé mozogott, a lihegnek a pénzé. Ki lihegi a zsebedből a gégényéből a pénzt, miközben a kezét rád teszi, és neked mennyei élményeid vannak. Többen ezt megvallották, de több személy ott elvált, parádnaságba esett, és már jött a következő fél is neki. És ezt mondta, hogy őt Úr Jézus Krisztus szabadította föl. Miután a Évi a kezét rátette, mennyei élménye volt. És találkozott Úr Jézus Krisztussal. Hát elmondom, az nem Úr Jézus Krisztus volt, mint ugye maga az Éva is mondogatja folyamatosan, hogy ha meg becsukja a szemét, ő már Úr Jézussal táncol, Úr Jézussal fürdik, szóval már játszó pajtása Úr Jézus ezeknek a személyeknek. És női angyalokkal találkoznak. Női angyalok nincsenek, erről már tanítottam. Ez mind a sátán zsinagógájából jövő szellemiségek. És sajnos ezek a személyek ugyanúgy a teljes eklézsiában, ugye most volt a Dánel Kolenda, ugyanúgy egyesültek, együtt voltak, miközben még 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt a pásztorok meg szidogatták a Gégény Évát, Csabát, milyen tanításaik vannak,
Hát most meg együtt egybe vegyültek ugyanúgy, mint az omegálózat, ugye mindenki a Dániel kalendánál. Megyek tovább. Szóval az Old Testamentumot be lehet kukázni ő szerintük. Zsidó 10. fejezet 28-as igeversét szeretném felolvasni. Aki megveti a mózesi törvényt, 2 vagy 3 tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal. És ugye egyértelműen leírja a Máté evangéliumon, hogy Úr Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a törvényeket eltörölje, hanem betöltse. Sokkal nehezebb. Szeretet által minden egyes törvénybe kell tölteni. Ez csak a Szent Szellem által lehet, kundalini szellemiségéből nem lehet, mert amikor az igazságot megmondott ezeknek a személyeknek, besértődnek vagy fölháborodnak. Miközben ők a igaz nagy szolgálók. Figyelj! Szóval ez kuka. Ez meg a zsidóknak íródott, erre ezt mondják a kegyelmesek, ez amit itt felolvastam, ez a zsidóknak íródott. Szóval akkor Old Testamentum kuka, zsidók könyve, zsidóknak írt levél kuka. Menjünk tovább, mit mondanak ezek, mit vallanak. Az Old Testamentum keresztül Jánosig tartott, ez igaz, le van írva. És a mi atyánkot ki kell kukázni, az már ránk nem vonatkozik, ezt Tóth Gergő tanító mondta, aki valamikor a hétgyülekezethez tartozott. De most már ugye magánzó farkasként, vagy nem tudom, vagy Bozsóki Lászlóhoz tartozik, mert ugye ő szervez tanításokat, ami szintén kegyelemből áll, és maga a Bozsóki Lászlót is meg lehet nézni az interneten, amikor pakogatta a kedét, az emberek vergődtek és hanyattestek. Szóval a kundalini szellemiségét képviseli. Ő is Ausztráliában élt, ugye sok-sok ilyen híres pásztorokkal vagy tanítókkal volt közössége, és ő is ezt a szellemiséget képviseli és hozta be. És ugye ez ott van a Tóth Gergő testvérünk, és őt használja, mint tanítót. És ez a Tóth Gergely szájából származott, hogy a mi atyánkot ki lehet kukázni. Szóval el is kuka. Mindjárt nem lesz ilyen vastag könyv ez a Szentírás, mert kedves testvérek, illetve ezek nem is szimplán testvérek, hanem vezetőknek vallják magukat, és ilyeneket tanítanak. Menjünk a fejkendő használatára. 1 Korintus 11.3 hét egyértelműen leírja, hogy azért kell fejkendőt használnunk, ugye, miért is felolvasom, az lesz a legjobb, mert ugye a profétálás szellemisége, hogy alászálljon, és a proféta angyala szót fogadjon, és azokat a proféciákat, ura, amit az Úr adna, hogy ő át tudja adni, és felvinni az atyához. Na de inkább olvasnám, jó? Az a 11-es fejezet 3-tól 7-ig olvasom. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje Krisztus, asszonynak feje férfiú, Krisztusnak feje pedig Isten. Szóval a hölgyeknek a feje a férfi. Ha tetszik ez a kedves hölgyeknek, Jezabella betöltekezetteknek, valószínűleg nem fog ezt tetszeni, a férfi a feje a feleségének. Ez az Isten rendelete, itt egyértelműen elhangzik. Minden férfi, aki befedett pővel imádkozik, vagy profétál, megcsupolja az ő fejét. Szóval a férfi pővesz valami zsapkát, vagy kalapot, vagy bármit, megcsupolja az ő fejét. Mint ugye némely zsidó összejöveteleken, ott van a fejükön. Hát ők így profétálnak, imádkoznak, megcsupolják Istent. Minden asszony pedig, aki befedetelen fővel imádkozik, vagy profétál, megcsupolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyilattatott volna. Mert ha asszony nem fedi be a fejét, nyilatkozzék is meg. Ha pedig égtelen dolog asszonynak megnyilatkozni, majd megborotváltatna a fejét, be az ő fejét, fedje be az ő fejét. Vagy nullás géppel kopaszon írja le. Ezt írja itt az Úr rendelete. Mert a férfiúnak nem kell befedni az ő fejét, mivel az ő Istennek képe és dicsősége. Szóval a férfi az Istennek a dicsősége és képe. Ezért nem kell. De az asszony a férfiú dicsősége. Szóval az asszony nem a Úr Jézus Isten dicsősége, hanem a férfié. Mert az asszony az élet teremtve
hogy szolgálja és segítő tárcsa legyen a urának, azaz a férjének. Mert nem férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Szóval a férfiból lett kivéve az oldalborda, és az asszony lett teremtve a férfiú é. Mert nem is férfiú teremtetted az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért, itt leírja. Azért kell az asszonynak hatalmi jelet viselni a fején az angyalok miatt. Hát nem azért, mert az Úr csak kitalálta Istenbe, hát jó van, hát a kendőt vegyeből. Nem. Hatalmi jel. Magatokban ítéljétek meg, illendő dolog asszonynak fedetlen fővel imádkozni az Istenhez. Avagy maga természet is nem arra tanít etiteket, hogy a férfiú nagy hajat visel, csúfság az néki. Mint Todd White, Rózsika néni. Nagy kontyal hallom, mint a nőke. Csúfság. Igen, csúfság. Valószínűleg ez az igével meg nem találkozott. Szóval a fejkendőt miért is kell? Miért is kell felvenni? 1 Korintus 14.32 ad erre választ. 1 Korintus 14.32. És a proféták szelleme alárendeli magát a profétáknak. Szóval a proféták szellemét az Úr tűnt alárendeli az a hölgy alá, akinek a fejkendő fönt van a fején. Jelgyanán! Mert Isten nem zűrzavarnak, hanem a békesség Istene, miként szentek a minden gyülekezetben. Szóval, magyarul, azért kell a kedves hölgyeknek, asszonyoknak fölvenni a fejkendőt, ha a profétának imádkoznak, hatalmi jel gyanánt, hogy a profétaság szellemisége alárendelje magát. Mert ha nem, nem rendeli alá. És ekkor már a profétáló asszony fejkendő nélkül csak is az ördögtől veszi el, amit kap. De nem, Isten angyalától, mert az nem rendeli magát alá. Mert nincs hatalmi jel az ő fején a kendő. Na ezért kötelező, drága testvérem, az Úrba. De mit tanítanak többek között erő teljesen ugye Lencse Balázs, testvérünk a Magyar Apostoli Egyházból, ugye pásztor és missziós vezető. Hogy ez csak a korintusiaknak íródott. És ezt többen is egyetértettek ebben, hogy ez a korintusiaknak íródott, ők már fejlődnek, mert levették a kendőt a fejükről. Hát nem tudom, ha nektek fejlődés, hogy a sátán zsinagógáját szolgáljátok, és a Szentírásnak ellenálltok, ha ez a fejlődés nektek, siralmas helyzetben vagytok. És ők mit mondtak? Korintusiaknak íródott, szóval magyarul a korintusi levél is kuka. Ki lehet kukázni? Mert ez a korintusiaknak íródott. Ótestamentum egyébként is a mózesi, az a zsidóknak, meg a zsidó levele is egyértelműen, ugye? Ezt kedves testvérek, tanítók itt már bizonyították, hogy kuka. Menjünk tovább. Szerint a fejkendőről. 1 Timóteus levele, de itten azt mondom, a ti asszonyatok, hallgassatok a gyülekezetben, mert nincs megengedve néki, hogy ködbe szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, mint a törvény is mondja, a törvény. Persze nyilván a kegyelmesek már ezt is bekukázták. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüket, mert égtelen dolog asszonynak ködbe szólni a gyülekezet. Kérdezem én, drága testvérem. 1 Timóteus 2.9-re még oda megyek, jó? 1 Timóteus 2.9. Szeretném felolvasni nektek. Mert ez is erről beszél. 1 Timóteus. Oda megyek. 1 Timóteus 2.9. Igen. Még megerősíti ezeket a dolgokat. 9-től 13-ig olvasom. Hasonlatos képpen asszonyok tisztességes öltözetben, személymetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat. Miért is mondja? Különleges ruházatta, nyilván nem olyan szoknyával, hogy leül minden látszódik, nem olyan pólóval, hogy a fél melle kint van és ott csigázza a férfiakat, és így tovább.
és nem 8 kg arany a fülbe nyakba, ezt a nagyvilágiak teszik. Hanem amint illik az Isten félelmet való asszonyoknak, jó cselekedetekkel. Figyeljetek! Asszony csendességben tanuljon teljes alárendeltséget. Teljes alárendeltséget. Ki alá van rendelve? Férje alá. A férfi alá. Tanítás pedig nem engedem meg az asszonynak. Sem, hogy a férfi uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, és aztán az Éva. És nem az Ádám csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatóan bűnbe esett. Az Ádámnak az volt a bűne, hogy nem szólt rá a feleségére. És ő etette meg az almával. Szóval az asszonynak köszönhető mindezek a átkok ott akkor, amit kaptunk. Emberek. Mert az Ádám nem volt a helyzet magaslatán. És nincsenek a helyzet magaslatán azok a vezetők, tanítók, akik nem teszik helyre, és ő a pásztor vagy a vezető, és a felesége ott tanít a gyülekezetben. Minden egyes vezető nincs a helyén, aki engedi, hogy a felesége vagy akár hölgyek tanítsanak, hiszen itt egyértelműen leírja 1 Timótus levele, meg ott a korintusiaknál is ugyanezt olvastam föl. Már azt tisztáztuk, hogy a korintusi levelet ki kell kukázni, ugye Lencse Balázs szerint is, mert az neki kiíródott, és sok más hamis tanítónak is, akik már be vannak csapva, tévegés szellemiségébe. Ugye erre megint mit mondanak? 1 Timótius levél, ez a Timótiusoknak íródott, szóval magyarul ezt is ki kell kukázni. Mert asszonyok tanítanak nagyon sok helyen. Például Jim Sandersnél ugye tanít. Ugye köztudott, mindenki tudja, a férje 3-szor bukott el a parádnaságba. Azaz 3-szor lebukott, hogy 3-szor parádnálkodott, nem tudjuk. Miközben ott volt a felesége, most is azért vannak elválgattán, el vannak már. És a felesége ottan tanít, ugyanúgy. Teszi a kezét, ott is borulnak az emberek, kundalini szellemiség, vegyület, minden ott van. Miért is? Mert ők is már összevegyültek, ugyanúgy benn vannak a sátán vatikájában, mint akár a Omega, vagy a Magyar Apostoli, vagy a Dávid sátora. Hú, de hosszú a lista, ezt már tanítottam a sátán zsinagógájában. Nem sorolom most el. Szóval akkor ott tartunk, drága testvérem, hogy a Old Testamentumot ki kell dobni, zsidók könyvét ki kell dobni, korintusi leveleket ki kell dobni, nekik írodott, de most már ki kell dobni ezt a 1 Timóteusnak a leveleit is, meg hát ezáltal a 2-t is, mert a Timóteusoknak írodott. Mert azt mondják ezek a kegyelmes, becsapott személyek, vezető férfiak, beszéljen meg Istennel, hát ő rakta oda, hanem az Isten rakta oda, hanem az a vezető pásztor, vagy tanító, vagy gyülekezetvezető oda engedte, hogy a hölgy tanítson. Persze taníthat gyermekeket, stb. Hölgyeket, de nem engedem, hogy férfit tanítson, itt írja, és nem a Pál apostol, ez az Úr rendelete. Úr rendelete. Nem a Pál apostol. Szóval nagyon-nagyon nagy a baj. Ébredés az egyházban, az lenne, ha fölébrednének ezek a tanítók, sarkukra állnának, szóval ki lehet kukázni a Timóteus levelét is, kuka ő szerintük. És ők engedik az asszonyok, hogy tanítsanak. Ahol az asszonyok tanítanak, ott nem hiteles a tanítás se, nem hiteles az a pásztor se, ott nem hiteles az egész gyülekezet. Mert az asszony gyengébb edény, és Isten nem engedte, mint ahogy maga Ádám is ezen csúszott meg. Az Éván keresztül. Mert hallgatott a feleségére. És ugyanolyan bűnösök azok a személyek, akik a kendőt megengedik, hogy ne vegyék föl, vezető pásztorok. Ott megint a kígyó effektus az asszony csapta be. És ugyanabban jöttek szépen, meggyőzték a férjüket. És nem kell azt a feltenni. Az már akkor íródott azoknak. Hát az egész Biblia 2000 évvel ezelőtt íródott. Hát akkor az egész semmi sem szól már nekünk. Dőj hátra, kegyelembe vagy. Tanítsák ezt a szívbunkert, nagyon hosszú a lista. Az egész Magyarországon. Tisztelet annak egy-két gyülekezetnek, nem sokat tudunk. Aki ezt az igazságot tanítja, és be is tartja.
nem csak hallgatója az igének, hanem meg cselekvője. De menjünk tovább, meg nincs vége. 1 Timóteus 3:1-től 12-ig felolvasom, figyeljetek. 1 Timóteus, megint ott vagyunk. Igaz ez a beszéd, ha valaki püspöki hivatalra törekszik, nemes munkára vágyik. Szükséges annak, hogy a püspök feltetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Szóval még őt is hagyja, hogyha valaki nagyobb bölcsességet kapott, tudja őt tanítani. Nem borozó, nem verekedő, nem rudnyerecskedésre vágyó, nem a pénz motiválja, hanem szelíd, versengésből mentes, nem pénzsóvárgó. Gyerünk, halleluja! Szeret az Úr téged, dobd a kosárba, amit kell, azt mehetsz. Ki maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességbe tartja, teljes tisztességbe. Na ki is ez a vezető? A maga házát jól igazgatja, nem engedi, hogy a felesége vedesse őt, nem engedi, hogy a felesége vedessen a gyülekezetbe, és jól igazgatja háza népét, a gyermekeit is. Nem pásztornak a fia elmegy külföldre, paráználkodik, konkrétan tudjuk. Olyan jól igazgatja a pásztor. De a gyülekezet is tele van paráznasággal. Mert ha valaki az ő tulajdonházát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára? Először mutasd meg testvérem otthon, tedd rendbe a feleségedet, szófogadó feleség legyen, törvénynek megfelelő, ugye persze, ti szerintetek ki van kukázva, azért vagytok ilyen fertőve, minden szabad már, homokos is nyugodtan jöhet, még szolgálhat is, ha hiszen szeretitek őket, az is benne van. Sorvasom tovább. És ne legyen jó hívő, de hogy legyen új hívő, nehogy felfuvalkodott, az ördög kárhozatába essék. Szóval vigyázz arra, hogy jön ez a kedves testvérbe, épül a gyülekezetben, és jó adakozó, az már mindjárt szolgál, az már mindjárt lehet házi csoportvezető, stb. Ezt megtapasztaltuk. Jó adakozó volt, igaz, hogy a házassága soha nem volt rendben, és változott, aztán ismét megházasodott. Galata szerint ezek a házasságtörők mind a pokolba kerülnek, nem látják meg a mennyek országát. Ha mégis meglátják, akkor Isten hazudott, akkor én meg azt mondom, az egészet be kell kukázni. De mivel ez szó se lehet erről, mert Isten igaz, és a változás nincs benne, ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Szóval ezt, mikor ezt leirattatta, Úr Jézus Krisztus most is ezt mondja, és Isten is. De nincs változás. Úgyhogy ne mondd azt te, hogy tégedet Úr Jézus Krisztus főszabadított, hogy elváljál, és ismét házasodjál. Siralmas. Siralmasan be vagy csapva a tévegés szellemiségével. Menjünk tovább. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalótól. Nem ott a gyülekezetben, mert jó boringat a pásztornak és jó adakozó. Na meg is nyerte. Hanem a kívülvalótól. Hallgass meg a kívülvalókat. Vagy mit mond a szomszéd? Leszeksik a feleségével, hangoskodik vele, akkor ez már ő nem is illik ide be. Vagy a felesége parancsol otthon. Felesége tanít, már megint nem állhat oda. Kedves vezető és diakónus, itt mondja. Hasonlóképpen a diakónusok. Tisztességesek legyenek, ne kétfelé beszélők, hamisak. Azt mondom, amit hallani akarsz, mert tetszeni akarok neked. Aztán amannak is olyan lesz, mint a hamis bíró. Mind a jó pásztor. Elmondom, hogy milyen a jó pásztor. Két keresztény összeveszik, mert nem egyeznek. Harmadik keresztény hallotta, hogy mind kaptak össze. És elmennek az igaz bíróhoz, a jó pásztorhoz. És elmondja a kedves keresztény testvér, az ő maga álláspontját, azt mondja neki a pásztor. Igazad van. Ez a jó pásztor.
megy a másik keresztény testvér, aki teljesen szembe más mond, mert ő így látja a dolgokat. Ő is elmondja, és azt mondja, ez a kedves pásztor, a jó pásztor, igazad van. Ezek egyelmesek ezek. És akkor erre a harmadik, aki szemfültanúja volt ennek a eseményeknek, ez csodálkozik, hogy lehet ennek is igaza, meg annak is, mikor teljesen egymás ellen beszéltek. Elment ő is ehhez a jó pásztorhoz. Elmondta neki. Hát mondd már meg te pásztor, hát hogy lehet ennek igaza, ez ezt mondta, amaz meg az ellentétjét mondta, annak is haszontan igaza van, meg ennek is. Hogy lehet? Megszólal a pásztor. Neked is igaza. Na ez van most a gyülekezetekben, aki meg mondjuk az már nem annyira, aki meg az igazságot hasogtatja és szemébe mondja még a vezetőnek is, hát azt jobb szeretnék ott kívül látni. Vagy előbb-utóbb kirúgják, vagy megúnya, aztán az Úr azt mondja, állj föl és megint itt. De az igazságot mond ki, hogy a vérük az ő fejükön legyen. Ébredjetek, kedves testvérek és tanítók és kegyelmesek, ébredjetek, mert ti alusztok, és a tévegés angyala nagyon becsapott benneteket ám. És sajnos 80%-a itt van. Ezekről beszélünk, ezek kész tények, ezeket mindenki hallotta már. Szóval az asszony nem taníthat. És ugye hála népét jól kell tudnia vezetni, kinek is? Diakónusnak is. Tisztességes legyen, ne két felé beszélő, szóval nem hamis mindez a jó pásztor. Sok borívása mellők, ne haszonlesők legyenek. Szóval ne a lóvé motiválja. Ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak a fethetetlenek. Próbálják kell tenni őket, és a fethetetlenek hála népét jó vezeti, akkor álljon szolgálatba. Nekem ezt mondta volt pásztorom Szabó Sándor mindig, hogy akarsz te így szolgálni, meg mikor feleségemmel sűrűn összevesztünk. Sem voltunk egyetértésem. Igaza volt neki. Akkor nem örültem neki. De viszont volt ott a más testvér, aki az életében nem volt jó neki a házassága. Különböző problémák voltak. Arra soha nem szólt, őt nem fette meg, ez a személy már ott el is vált, és ismét házasodott. De ez a pásztornak a fején lesz, meg nyilván aki elkövette. Mert azt ott nem fette meg a erőteljesen, mint bennünket. Én ezért hálás vagyok a Szabó Sándornak. Engemet jó megfedett, jó tette. Dicsőség az Úré. És én elbírtam fogadni, ha sokszor nehezen is, az Úr dicsőségére, és így aztán majd Isten beállított abba a szolgálatba, amivel én most vagyok. És nem emberek, hanem Isten. De valóban hálás vagyok a volt pásztoromnak, hogy így állt mi hozzánk. Ez nekünk nagyon jó volt. De még megyek tovább. Feleségeik hasonlóképpen tisztességesek, nem patvarkodók, pletykálkodók, stb. Józanok, mindenben hűek legyenek. A diakónus egyfeleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket és a tulajdonházaikat jól igazgatják. Szakinek a családja, még csak meg sincs térve, a másik parádaságban, a harmadik emetben van, amabban van, az a diakónus ne szolgálja, tegye le a szolgálatát. De ez az ő vérük, az ő fejükön van. Figyeljetek! Szóval itt a Timóteus könyvét is nagyon ki lehet kukázni, mert ez bizony ezeknek íródott-e. Mert ezek ittak, parádnálkodtak, asszonyaik nem fogadtak szó, gyermekeik sem. Szóval ugye akkor itt a Timóteusnak a levelét is ki lehet kukázni, egyértelműen ő szerintük. Megnézzük a 5. fejezetet és a 20-as ige verset. Mit mond nekünk? Vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiek is elrettenjenek. Szóval mindenki előtt a hamisakat, meg ilyen jó pásztorokat, akinek mindenkinek igazat ad, csak annak nem, aki esetleg az igazságot ő is elmondja, azokat nem szeretik ám. Jelzem ám nektek előre, ha ti is ilyenek lesztek és megmondjátok az igazat, nem fog tetszeni ezeknek a jó pásztoroknak. Bizonyán. Meg a jó vezetőknek. Hamar kipenderítenek, de ti jártok jobban, ha elküldenek. De én meg azt mondom, ne várjátok meg, hanem már is menjetek ki. Mit mondanak a kegyelmesekhez? Ha elkezdesz ilyenekről beszélni, ne kárhoztassál, ne ítélkezzél,
Miközben a 2 korintusi levél, ugye az előző tanításban mondtam, hogy egyértelműen meg kell, hogy ítéljük a tanításokat. Szent Szellem által, aki már be van töltekezve. Úgyhogy ezt teszem én is. Most oda megyek a római levélhez, drága testvérem, mert ezek a kegyelmesek, meg ne kárhoztas, meg egyebek, meg hú, de tudják abban a pillanatban mondani. Abban a pillanatban. Római levél második fejezetre oda megyek, 12-es, 24-es ige verset, 14-től, 12-től 24-ig elolvasom. Figyeljetek! Ez nagyon komoly, ez nektek szól, ti kegyelmesek. Hogy fölébredjetek a kegyelem álmából. Mert az üdvösség ingyen van, ehhez tényleg nem tudunk semmit se hozzátenni, de egy bűnös se fog fölkerülni, és a mi hitünk által, természet fölötti hitünk által születünk újjá, és tudjuk átvenni azt a üdvösséget, amit ingyen kaptunk. Bizony. Így gondolkozzatok. Olvasom. Római levél második fejezet 12-es ige verse egészen 24-ig. Figyelj! Mert aki törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. Ti törvénytelenek vagytok, ti kegyelmesek. Anélkül fogtok elveszni. És akik a törvény alatt vétkeznek, törvény által ítéltetnek meg. Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak beigazulni, akik a törvényt betöltik. Jézus Krisztus mit mondott? Én nem a törvényt jöttem eltörölni, hanem betölteni szeretet által. Jézus Krisztus még bekeményített. Hát azt mondta, ha már parázna szemben égyenre egy hölgy, de már bűnös vagy. Tudod mi? Mert beengedted az életedbe a parázsaság szellemiségét. Na így vizsgáld meg a te gondolataidat, ahogy maga Úr Jézus is mondja, hogy én a szíveknek, veséknek, és még a gondolatot is megítélem. Ha így meg lesztek ítélve, kegyelmesek, ne kárhoztassák. Ébredjetek föl. Ez az ébredés, erről szól. Téptanokból ébredjetek föl, kegyelmesek, kundalénisok. Olvasom tovább. Nektek szól ez kivételnék. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincs, természetű törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Mindenkinek a szívében ben van a törvény. Nem kell ahhoz kereszténynek lenned, hogy rájöjjél, hogy a feleségedet nem kéne megcsalni. Vagy fordítva is érvényes. Ez nem kell törvény, ott bent van. Ez nem kell kereszténynek lenned. Miközben sok keresztény csalja és parádnoságban van. Bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és a gondolatok, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. Azon a napon, melyen Isten megítéli az emberek titkait, figyelj csak, az én evangélium szerint Jézus Krisztus által. Meg lesznek ítélve. Kegyelmesek. Ha nem mondta, ne kárhoztassál, ne ítélgessék már. Siralmasan, fájdalmasan, nagy bajban vagytok, akik ezt szajkózzátok. Íme te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát, és a választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te vakoknak vezetője, sötétségben lévőknek világossága. Balgatagok tanítója, kegyelmesek, meleg vagytok ti. Kiskorúaknak mestere vagy. Birván a törvényben ismered igazság formáját. Aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod. Te farizeusi, magadat nem. Aki azt hirdetek, hogy lopsz én. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz én. Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? A bálvány. Imádás.
Bálványimádás az is jön a Dániel kalenda. Ki emberek bízik átkozott. Hát te abba bízta, ide jön a Dániel kalenda, de egész Magyarország megtérne. Mit ütérne már meg? Hú, de jó tette az, aki nem ment el, mert nem ment be a sátán zsinagógájába. Nem kapta el azokat a szellemiségét, amit ezek képviselnek. Bizony. Todvágy, Rózsika néni, Benihin, és itt van. Hát ez egy csapat, Kriszpásztor, stb. Most nem akarom sorolni. Ébredjetek, kegyelmes tanítók. Ébredés van most. Ez az ébredés, hogy te fölismered, milyen bűnbe vagy. Bűnbánatra jutsz és megvallod, és Isten megbocsájt. Mint a tékozló fiúnak. Aki törvényben dicsekszel törvénynek megrontás által, Isten gyalázod én. Mert Istennek neve miattatok káromoltatik pogányok között miatt megvan írva. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha törvényt megtartod. De a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetetlenségé lesz. Drága testvéreim! Egy szónak is száz a vége ennek az egésznek az a lényege. Ki törvény alatt van, törvény által lesz megítélve. Ki törvény nélkül van, az törvény nélkül lesz megítélve. Szóval te ne képzeld el, hogy te a törvényeket és bekukázol mindent, ahogy idáig tartottunk, ugye, akkor ezt a római levelet is be lehetne kukázni, a kegyelmes tanítók véget. Ők mondanák, ez kuka, ez nem ránk tartozik. Szóval akkor már római levél is kuka, itt tartunk, ugye. Oda szeretnék lapozni 1 János 2 hétre, szeretném felolvasni nektek. Második fejezet, 7-es ige verse, ami ezt mondja. Atyámnak nem új parancsolatot írok nektek, atyám fiai. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem a régi parancsolatot, amely előttetek volt, kezdettől fogva. Régi parancsolat az ige. Ki az ige? Maga Isten, tudjuk, 1 János 1:1-ből. Amelyet hallottatok, kezdettől fogva. Kezdettől fogva. Nem új parancsolatot. János evangélium 3:19-re oda megyek, és szeretném felolvasni nektek. János evangélium 3. fejezet 19-es ige versét. Dicsőség az Úrért. Ami ezt mondja, testvérem, az Úrban, felolvasom néktek. Ez pedig kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszok voltak. Te ide figyeljetek, ti tévtanítók, kártanítók, te hamis proféták, ti kundalínisok, ti kárhoztatjátok Istent, Szent Szellemet. A hamis tanításaitokkal. És maga Pál apostol, mikor azt mondta Galatáknak, hát ilyen hamar elhajultatok? Hát átkozott legyen ki más tanítást visz. Én is azt mondom, átkozott legyen ki más tanítást visz, ami nem az igében van benne. A szellemisége. Mert az mind a sátán zsinagógájának van. Az mind az ördögöt szolgálja. És ezért volt ilyen erőteljes Pál apostol is. Az ige fog megítélni. Menjünk már oda János 12-re. Jó? Mert ti azt hiszitek, hogy ez a kegyelmesek nem lesznek ítélet alatt? Dehogy nem! János evangélium a 12-es fejezet 48-as ige versétől 50-ig olvasom. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet. Van az, aki őt kárhoztassa. A beszéd. A kegyelmeseknek a nyálcsorgatós, mészcsurgatós beszédje, amelyet szólottam, a kárhoztatója őt az utolsó napon fogja kárhoztatni. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolatai örök élet, a parancsolat örök élet, nem kikukázzuk. Ez ennek íródott, az annak íródott, az amannak íródott, veres egyháziaknak nem íródott, úgyhogy ránk nem tartozik. Ezek a kegyelmes tanítók, csak a kegyelmet rángatják ki innét. Valóban ingyen van, mindvégig kegyelem van, de üdvösségünké meg kell dolgozni.
És tudom, hogy az ő parancsolatai örök élet, amiket azért én beszélek, úgy beszélek, mint atya mondja néktek. Én is így beszélek, ahogy az atya mondja néktek. És én ehhez nem teszek hozzá, nem veszek el, nem vagyok olyan bátor, mint ti vagytok. Ébredjetek föl, mert véretek a fejeteken van, és nagyon nagy a tét. A lelketeket az ördög viszi be a pokolba, mert már be vagytok csapva. János 1:1, nem lapozok oda, az ige maga Isten. Úgyhogy Istent hallgatod most is. Ami ige van, felolvasod, mind az Isten. És ti ezt kukázzátok ki, Isten kukázott ki, te kegyelmes tanító. Isten kukázott ki, te Gyégény Éva, vagy Gyégény Csaba, vagy itt Tóth Gergely, meg bármelyik, meg Bozsóki László, meg kegyelmes, meg Szívbunker, meg szövétnek gyülekezett. Az Isten kukázzátok ki, mert csak a kegyelmet veszitek ki. Ha így maradtok, pokol útján jártok, eleve a sátán vatikája alatt vagytok, zsinagógája alatt. Az még plusz már csak, bár mindegy, pokol ez is, pokol az is. Zsidó 4.12-ről bemegyek, jó? Testvéreim az Urban. Zsidókhoz írt levél. Hát tudom, hogy az persze nekik íródott, de ne arra ugyatok már. Én meg úgy gondolom, hogy ez a Biblia a mi okulásunkra íródott, benn van a Szentírásban. És én meg annak hiszek Istennek, nem nektek. Kegyelmesek, kundalénisok, hamis apostolok, hamis tanítók, szégyeljétek magatokat. 80%-át bevittétek az ördög zsinagógájába, szégyeljétek magatokat. Jósatok bűnmegvallása, Úr, jó, Úr szeret benneteket, és nyilván így van igaz, én is szeretlek benneteket, térjetek meg, valljátok meg mindenkinek, és Isten felemel benneteket, halleluja, dicsőség az Úrra. Figyeljetek, kegyelmesek, ébredjetek. Zsidó 4. fejezet 12-es igevers ezt írja, mert Istennek igéje élő és ható. Ki az? Isten. Ki az ige? Maga Isten, 1 János 1-1 leírja. 1 János evangéliumában, 1 János evangéliuma írja le. 1 János evangéliumában, 1:14 meg leírja, az ige testé lett ez Úr Jézus Krisztus. Ezt kukázzátok, ti ki? Ezt kukázzátok ki, ébredjetek föl, hamis tanítók, kegyelmesek, hamis próféták, hamis pásztorok, ébredjetek fel, hamis ébredések, hamis tűzkonferenciák, hamis tüzek, ébredjetek fel, hamis nagy összejövetelek, sátán zsinagógája, ébredjetek fel, ez lesz az ébredés. Amúgy az igében sehol nem olvasott, keresd már meg, hol írja az Úr, hogy majd nagy holi menő ébredés lesz, nem szakadások kellenek, hogy legyenek, ezt az előző ébredés tanításaiban már tanítottam, majd nézzétek végig. Szakadás kell, hogy előbőjön, mert az Úr oda csap, akit még meg akar menteni. Figyeljetek, Zsidó 4.12. Szóval az ige élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szellemnek, szellemet megérinti, de aki lelki és testőt besértődik ezekre a tanításokra. Ha nem ébred, hanem elszalad, még jobban a pokol mélyére. A helyett azt kérem tőled, szívleld meg, ne lelki keresztény legyél, mert az ige fog megítélni. Itt írja. És a léleknek, ízeknek, velőknek megoszlásáig. És megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Meg leszel ítélve ige által. Te kegyelmes tanító. Meg akit a pénz motivál, eladtad a lelkedet a mammonnak, meg leszel ítélve. Kegyelmesek, kundalínisok, az egész banda, aki a sátán zsinagógáját építi. Én éppen szaladj ki onnék, már erőt tanítottam. János evangéliumban 7. fejezet 24-es igeversére oda megyek, testvérem az Úrban. János evangéliuma 7. fejezet 24-es igeversét szeretném felolvasni. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Szóval utána kell nézni, mi az igaz ítélet, nem a kegyelmes pásztor, amit elmondtam az imént. Ez az igaz ítélet, testvérem. Ez fog téged megítélni. Az ige. Figyeljetek!
1 Korintus 5.12-t szeretném felolvasni nektek, halleluja, dicsőség az Úré. 5.12, dicsőség neked, Uram. 5.12, ami ezt mondja. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy nem a belül lévők fölött teszek ítéletet? De az eklézsiáról, testvérem. Az eklézsiát, a vezetőséget, bárányokat meg kell tudni ítélni. A belülvalókról kötelességünk. Mert ha én ezt nem teszem, bűnrészese vagyok neked. De én nem akarok te bűnrészesed lenni, nem akarok a Vatikán alá menni, nem akarok azokba a bűnökbe beleesni, így hát én megítélem ezeket a cselekedeteket, s Isten velem ember nem ártott nekem, és nem neked akarok megfelelni, hanem a mennyei atyának, bizonyára Úr Jézus szolgája nem lehetnék, ha neked akarnám, mert ki emberekben bízik, átkozott. És bálvány imádásukon körbe ugorjátok, körbe nyaljátok azokat a szolgálókat, akik a sátán zsinagógáját szolgálják, és jönnek ide. Siralmas. Térjetek meg belőle. Drága vezető, drága kundalini, és gyertek ki ebből. 6. fejezet, 5. ige versét mondom. Megszégyenítésetekre mondom. Hát nincs köztetek egy bölcsember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyafia között. Hát kötelességünk megítélni. Hát én nem akarok a bűnrészesetek lenni. Hát a véletek a ti fejeteken van. Ha meg elbírjátok fogadni, nem azt, amit én bölcsességem, mert ez nem az én bölcsességem, hanem Isten bölcsessége. Innét olvasom a Szentírásból. És te utána nézel, menj az Úr elé. És ha rájöttél, dicsőség az Úré, gyere ki onnét. Ez az ébredés, testvérem. Ha föl fogsz ébredni, és rádöbbensz ezekre. Mert a szellemi ember mindent megítél, 2 Korintus 2.15 írja, kötelességünk megítélni, de minket senki sem ítél meg. Mert Szent Szellem által tesszük. Megyek tovább. Kundalini, az igaz kárhoztatás. A sátán munkáját Istennek tulajdonítják, a Szent Szellemnek. Siralmos. Ez a Szent Szellem káromlása. Máté 12.31-re oda megyek, testvéreim. Máté 12.31-et szeretném nektek felolvasni, halleluja, dicsőség az Úré. 12.31, ami ezt mondja. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik. Meg, bármilyen bűnös vagy ismert pöl, mint a tékozó fiú, vald meg, gyere az Úr elé, és meg van bocsátva, és megmenekültél. De az embernek, megbocsátatik az embernek, de a szellem káromlása nem bocsátatik meg az embernek. Szóval ki a szellemet káromolja, az tuti halál. És tudjátok, mi a szellem káromlása? Hogy a kundalini szellemiségét a Szent Szellemnek tulajdonítsátok. Meg szégyenítitek Istennek a jelenlétét, az Istennek a Szent Szellemét, avalti kundalini stét tanítók. Hogy azokat a röfögéseket, büfögéseket, üvöltözéseket meg, amiket csináltok, a Szent Szellemnek tulajdonítok. Ez Isten káromlása. Menjünk tovább az igebeszélyen, az igebeszél helyettem. Oda megyek a Márk 28-ra. Figyelj. Márk. 3. fejezet, 28-as igeverse. Fölolvasom, testvérek. Ő ugyanerről beszél. 3. fejezet, 28. Bizony mondom néked, hogy minden bűn megbocsátatik az embernek fiának, még a káromlások is, mind amelyekkel káromolnak. De aki a Szent Szellem ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. Ide figyeljetek, kundalini is, te tévtanító,
te tévapostol, te tévproféta. A Szent Szellemet kárhoztatod avval, hogy még el is mész a sátán zsinagógájába külföldre, egyébként a filmsztárokhoz, hogy ők a kedeiket rátok tegyék és betöltekedjetek a kundalini szellemiséggel, és erre hazajöttök Magyarországra, ezt adjátok tovább, lefertőzitek a bárányokat, és ezeket a röpögéseket, ezeket a káoszt, amit csináltok, miközben az ige azt írja, hogy minden ékes rendben menjen, a Szent Szellemnek tulajdonítod. Nincs erre megbocsátás. Márk levele írja, 3. fejezet, 28-29-es ige verse. Szent Szellem kárhoztatása megbocsátatlan. Nincs tovább. 1 János 5.16-ot írom. Figyelj! És a Sekina dicsősége, ez az a napon is. Sekina dicsősége már külföldiek énekelték. Hosszú évekkel ezelőtt. Gégényével is számtalan szörnyedek. Sekina dicsősége. És a sok tudatlan butuska, vezető, bárányka, tyú, üvöltözve, halleluja, ámenezve, benyelte, elhitte. A Sekina dicsősége az az ördögtől van. Mert a Biblia egyetlen egy helyen írja le, hogy kötformájában leött a Szent Szellem. De semmiféle Sekinát nem ír. És egy zsidó történész ezt kielemezte nézetek utána, hogy Sakán névből eredeztetik, a Sakán név az egy férfi név, a Sekina már női név. És már eleve női angyalok nincsenek is, hanem csak ördögök. Amivel Gégényével is számtalan szó találkozik, meg az ő csapat, aki körülötte van, már majdnem négyen elváltak. Nem mondom a neveket, sajnálom őket. Nagy tudatlanságban vannak, be vannak csapva, őnekik a fényességes antikrisztus jelenik meg, aki átváltoztatja magát fényességes angyallá, és ővel együtt fürdenek, stb. Ő főszabadította a házasságra a testvérnőt, meg férfit is, és mivel látta, hogy fiatal kell a szex neki, küldte a következő férfit. Miközben az ige azt írja, ha férjhez köttettél, elválás ne keressé neked, csak akkor válhatsz el, ha férjed meghalt, akkor szabadulsz fel a férj törvény alól. Ezt nem én mondom, ezt a Szentírás. Nyilván ezt is ki lehet kukázni. Ti kikukáztatok minden írást, csak a kegyelmet vettetek fel. Véretek a fejeteken van, mert szeretném ezt az igét felolvasni. És a Sekina dicsősége, az okumenikus összevetelkedés elhangzik. Hú, és ezáltal ördögi betöltekedésben vagytok. Ébredjetek fel, kérlek benneteket, ezek a tanítások nektek szólnak, nem ellenetek. Szeretlek benneteket, mindazok, akik be vagytok csapva és butaságot beszéltek. Mert szétválasztom a szemét, és azt a fejedelmességet, hatalmasságot, amit Efézus 6 leír, hogy nekünk ördögökkel van tuzsakodásunk. Én nem rád haragszok. Arra az ördögi szellemre, aki jó becsapott benneteket, mindnyájatokat kivétel nélkül, akik ebbe benne vagytok. Mindnyájatokat. És a Biblia sírja, nagy tömeg megy a széles úton. Úgyhogy nézzél már körül a nagy tömegbe, hol vagy. Széles úton. Szűk, keskeny utat kevesen ismerték meg. Bizony, kevesen. Mert az nem olyan egyszerű, mint a ti utatok. Dő hátra és minden jó. Nem, testvérem. Ha te Isten útját járod, az ördög ne fél folyamatosan el akar gáncsolni. De ha nem, akkor meg békén hagy tégedet. Ha már még egyszer szállasodta, békén hagy az ördög tégedet, nem molesztál. Mert azt mondja, hát a házasság törő is nem látja meg a mennyek országát, Galata levél leírja. 5. fejezet 17-18-as igeversét, olvasd el! Na most, ha ő mégis ő megy a mennybe, akkor tényleg én is azt mondom, figyelj! Kuka! De akkor Isten szava hihető, nem? Ő meg azt mondja, hogy Isten ember hazud, Isten hazudik, de
ember hazudik, bocsánat, ember hazudik, de Isten nem. Szóval Istennek az írása szent és igaz. És ebből nem vehetsz el. Hozzá se tehetsz. Figyeljetek ide! 1 János 5.16-ra oda megyek, jó? 1 János első levele. 5. fejezet, 16-os ige versét szeretném nektek felolvasni, drága testvérem az Úrban. Ami ezt mondja. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön. És az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn, nem az ilyeneket mondom, hogy könyörögjetek. Van halálos bűn. Mi a halálos bűn? Aki a Szent Szellemet kárhoztatja avval, hogy a sátán munkáját, a kundalinit, begeneket a Szent Szellemnek tulajdonítsa. Kárhoztatjátok a Szent Szellemet. És ez halálos bűn. Én azokért imádkozok, akik szimplán eltévedettek, hogy ismerjék föl, ismerjétek föl, ébredjetek föl, hogy ki kell jönni ezekből a gyülekezetekből úgy, ahogy vagytok, mert másképp kárhoztatás lesz a ti részetek. Pokol. Nincs mennyország akkor. Azoknak, akik a sátán zsinagóga elben vannak. Nagy a tét, testvérem, ezek a tanítások te értetek szólnak. Galata 1.6.10. Felolvasom. Galata. Galatáknak írt levél, első fejezet, 6-10-ig. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajoltatok. Csodálkozom. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. Ezek már minden is ferdítették. Ezekről van is szó. Ébredjetek. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát, de akár mi vagy egy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit, azon kívül, amit néktek hirdetünk, átkozott legyen. Mert ez mind a pokolba visz benneteket. Ezek a tanítások, ez a kundalini téptanítások, hamis ébredések, hamis tüzek, ez mind a pokol. Maga az útját készítik ezek a tanítók kivétel nélkül. Máté 24-24-et felolvasom. Máté 24. fejezet 24-es igeverse. Halleluja, dicsőség neked, Uram! Ami ezt mondja, olvasom, testvérem. Mert hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak, nagy gyerekek csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is. Már megtörtént. El vannak hitetve. Ott vagytok a sátán zsinagógájába. Ezáltal a tévegés angyala van rajtatok. Ébredjetek föl, míg nem késő. Ezek a tanítások nektek szólnak, ti érettetek. Dicsőség az Úré, oda megyünk a 2. Tesszalonikára. Már nagyon ismeritek, remélem, hogy ismeritek is, és kérlek benneteket, hogy olvasgassátok, és tegyétek a szívetek elé ezeket az igéket, és kérjétek az Urat, hogy segítsen nektek. Mert a törvénytipló 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet 9-es igeversétől 12-ig olvasom. Törvénytipló eljövetele a sátán munkálkodás, hazugság minden erejével, jeleivel, csodálival, aranypoljával, olajával és a tollaknak a áradatával, stb. Szóval már újak is vannak. Fejlődik a sátán is, nagy jelekkel, nagy csodákkal jön. És gonoszság minden családságával azok között, akik elvesznek. Mivel ott nem fogadták be az igazságnak a szeretetét, üdvösségükre. Fogadjátok be ezt az igaz evangéliumon keresztül fog növekedni a szeretetetek és a hitetek, hogy a Galata 5-6 leírja a hit és a cselekedet együtt munkálkodik. Nem a pénz motiváció. Kundalini
Téptanok, lóvé, gazdagság, aranyporok. Felejtsd el, ébredj föl, gyere ki onnét. És azért bocsátja le a Isten a tévedés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. Ebbe gyönyörködtök ti. Erek vagytok ti. És ismerjétek föl, ébredjetek, ébredés az, hogy a becsapás szellemiségét fölismered, megvallod, és meg fogsz szabadulni, mert Isten szeret tégedet, mi is szeretünk téged, azért szolgáljuk az Urat, ezekkel a tanításokkal, hogy valóban fölébredjetek, fölismerjétek, hogy be vagytok csapva, és gyertek ki onnét. Római levél első fejezet 21-es igeversétől elolvasom 24-ig. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették, hanem a kundalinit, az Antikrisztust. Sem nékik hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Ezek a kundalini, téves tanok, stb., meg aki a Vatikán alatt van. Magukat bölcseknek valván balgataggá lettek, ezek a vezetők. Apostolok, pásztorok, tanítók, hamis proféták, téptanok, kundalini, stb. Magukat bölcseknek tartották. És örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték, múlandó embereknek és madaraknak, négylábú állatoknak, csúszó állatoknak képmásává, bálványimádásba estek, ugye, Dániel kolenda, majd az jön azt az egész Magyarországot, itt hozzá nagy tüzet, itt mindenki fölébred. Ha nevetséges. Siralmas egyben, de nevetséges is. Siralmas. Hogy ilyen bálványimádásba beleestetek. Elmondtatok, álljó, olyan nagy tűzbe volt itt mindenki, a Dániel kalendával, meg a Rózsika nénivel, a Dodvájtal, meg stb. Aztán a sátán zsinagógájában vannak, a Vatikánnál már le vannak szerződve. És ti ezekkel vegyültök, ki ezeket hívtok ide, ugye a Szakály Csabától kezdve, sorolhattál az összes vezető. A Lomegállózat, Magyar Apostol, mindenki benne volt, Agape gyület, mind ott volt. Ébredjetek fel. Annak okáért adta is őket Isten a szívük kívánságra. Ez volt a ti szívetek kívánsága. Tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplőtelítsék. Innét már csak ugrás az, hogy a homoszexualitásot is ugyanúgy támogatjátok, mint a római pápa. Hát ti miért ne támogatnátok? Ha nektek azt kell csinálni, mint a római pápa mond, ha nem ti döntitek-e. Hát adattátok már lelketeket, meg a bárányokat, és alá mentetek. A római pápa meg azt mondta, ki vagyok én, hogy én megítéljem a homoszexualitást. Nem vagyok én Isten, mondta a római pápa. Hát te is ezt kell, hogy mondjad, mert ha nem kirúgnak a sátán zsinagógájából. Magyarul egyet értesz vele. Egyet értesz szavval, fertővel, bűnnel, palánossággal, homoszexualitással, lopással, csalással, fertővel, gyilkossággal, ami a folyik. Szégyeljétek magatokat! Hamis tanítók, téptanítók, kundalínisok, hamis proféták, hamis apostolok, hamis pásztorok. Térjetek meg, ébredjetek föl, tegyetek bűnmegvallást, és szabaduljatok meg edalt. Egy imádsággal bezárjuk ezt a tanítást. Ez a tanítás te értetek szól. Te értetek. Mindazokért, akik ott vannak. És kárhoztatjátok a Szent Szellemet, a sátán munkáját a Szent Szellemnek tulajdonítsátok. Ami meg a Szent Szellemtől jön, mondjuk a Istennek a ködje, hogy a Szentírás írja köd, nem csekina, azt meg átadjátok az ördög dicsőségére. Be vagytok csapva rendesen. Másik felinnátok. Széles uton jártok. Ébredjetek, mint a tékozló fiú, és gyertek a szűk útra, mennyei atyánk megbocsátna látjátok, erre van a kegyelem.
hogy fölismered, mindvégig kegyelem, ha fölismered, hogy most hol vagy. Megvallod, és megszabadultál az Úr dicsőségére. Halleluja! Uram, téged dicsérünk és magasztalunk, Uram, áldjuk szent neved, Uram. Hála töltel a szívünket, Atyám, hogy te valóban ilyen hosszú tűrő Atya vagy, Uram. Hálásak vagyunk, hogy mindvégig kegyelem van, Uram Istenem. Hálásak vagyunk, hogy a kegyelem ingyen van, Uram, de a hitünk által, természet fölötti hitünk által tudunk újjászületni, és megvívjuk a hit nemes harcát, ahogy Pál apostol is tanította, Uram, hogy üdvösséget nyerhessünk. Drága jóságos mennyei Atyám, kérlek tégedet, Uram, te hozzá világosságot mind ezeknek a hamis tanítóknak, profétáknak, apostoloknak, pásztoroknak, kegyes tanítóknak, kundalinisoknak, Uram Istenem, hogy fölébredjenek, Atyám, hogy arról a széles útról le tudjanak térni a szűk, keskeny útra, ami a mennyek országába vezet. Uram, hálásak vagyunk, Atyám, hogy a te szócsöveid lehetünk, Uram. Hálásak vagyunk, Atyám, hogy a te angyalaid őriznek bennünket, Uram Istenem. És Atyám, hálásak vagyunk, hogy leírtad a Szentírásban, hogy Isten velünk, ember nem ártott nekünk. Uram, köszönöm neked, Atyám, és leírod Galata 1:10-ben, ha embereknek tetszenék bizonyára, Úr Jézus Krisztus szolgája nem lehetnék. Uram, én csak neked akarok megfelelni. Te vagy az én befedezőm, te vagy az én közbenjáróm, Úr Jézus Krisztus. Te adtad a drága életet, én értem, nem Mária, nem Buddha, nem Krisna, nem a római pápa, hanem te, drága Úr Jézus Krisztus, te ontottad ki a drága véredet azért, hogy üdvösségem lehessen. És én ezért hálás vagyok a mindennapi betérő falatért, Uram, és hálás vagyok, hogy te megtanítottál szűkölködni, bővölködni, Uram Istenem, és hálás vagyok, Atyám, hogy engedted, Uram Istenem, mikor ott voltam a sátán zsinagógájában, Uram Istenem, okkultista 12 évig, és azt kitanultam, Uram, és hálás vagyok, hogy te onnét kiemeltél, megtisztítottál, még az elmémet is megmostad a te igéd által, Uram Istenem. És most te használsz engem, és te állítottál ide, Uram, és hála töltel az egy szívemet. Jézus hatalmas nevében imádkozok azokért, a sok-sok becsapottért, Uram, hogy ők is ismerjék fel, hogy a másik oldalon nálnak, Uram Istenem, hogy meg tudjanak szabadulni. Kérlek, drága jó Atyám, a te tüzes tisztító angyalaidat áraz rá erre a sok-sok becsapott vezetőre és báránykára, Uram, hogy meg tudjanak menekülni, Uram Istenem, a te dicsőségedben legyenek a te jelenlétedben. Názáreti Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen.